1517. október 31-e, a reformáció hajnala. Ez az a nap, amikor Luther Márton kiszögezi híres 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. A reformációra nem csak emlékeznünk kell, mint olyan eseményre, amely 500 évvel, mintegy 500 évvel ezelőtt felrázta az egész Európát, hanem őriznünk kell a szellemiségét is. Megemlékezésünk kezdetéül a reformáció Sola Scriptura elvének megfelelően idézzünk egy bibliai igét. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot szívünkben. Eszerint az ige szerint, ahhoz, hogy Isten világosságot gyújtson az ember értelmében, az ember gondolkodásában, épp olyan teremtő erőre van szükség, mint hogy fizikai értelemben világosság oszlassa el a kaotikus sötétséget. Bizonyos értelemben titokzatosak a korszakváltások a történelemben. Olyan, mintha időnként Isten így szólna, tömegeket érintően, sötétségből világosság ragyogjon. Valami ilyesmi történt a reformáció idején. Sokan úgy gondolják, hogy egész Európában Luther fellépésével kezdődött a reformáció. A valóságban azonban szinte egyidejűleg egészen hasonló eszméket kezdett hirdetni Zwingli Svájcban. Franciaországban is jelentős előzmények voltak. Egész különös jelenség Johannes Honterus tevékenysége Brassóban és környékén. És gondoljuk csak el, hogy micsoda távolság Wittenberg és Brassó. Honterus európai utazásai, tanulmányai során találkozott a reformáció eszméivel. Lutherrel személyesen nem, de levélbeli kapcsolat jött létre köztük. 1544-ben ezt írta Luther Honterusnak. Az egyház és a vallás helyzetének nálatok való fokozatos javulásáért dicsérem Istent, a világosság atyát. Kérdés azonban, hogy jogos-e sötét középkorról beszélni. Számos szerző ma inkább virágzó középkorról szól. Az azonban tény, hogy a középkor évszázadai alatt Európa alig tett előrehaladást gazdasági téren, tudományok terén, a műveltség pedig csak egy nagyon keskeny rétegnek a kiváltsága volt. A kereszténység is messze eltávolodott alapítójának az eredeti tanításától. A középkori szellemiség lényegét Aquinói Tamás soraival jellemezhetjük a leginkább. Hajtsd meg fejedet, úrnőd, a megcáfolhatatlan teológia előtt, mert az emberi ész alacsonyabb rendű, mint az isteni bölcsesség. Ne lépd át tehát ezt a küszöböt. Ne hagyd el ezeket a falakat, mert az emberi észnek határa van, nem tudhat meg mindent. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat, ha megint csak szabad akarsz lenni, szigorú büntetés vár rád. Az eretnekeket a halál várja. Ha a pénzhamisítókat és egyéb gonosztevőket, a világi uralkodók jogosan halállal büntetik, akkor még igazságosabb dolog halállal büntetni az eretnekek. A teológia szó jelentése Istenről való beszéd. Ha ezen a szón Aquinói Tamás kijelentésében a Szentíráson, mint isteni kinyilatkoztatáson alapuló teológiát kellene értenünk, még helyes is lehetne ez a felhívás az egyéni szabad választás tiszteletben tartásával. Ekkor azonban már nem ezt jelenti a teológia, hanem az ókori római birodalmi egyház, majd a középkori egyház tanítását, amibe azonban nagyon sok idegen elem vegyült. Erre a teológiára vonatkozott tehát a mondat, hajtsd meg fejedet a cáfolhatatlan teológia előtt. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat,
akkor szigorú büntetés vár rád. Az eretnekeket a halál várja. Ilyen háttéren gyulladt fel a világosság a 16. században, és a reformáció eszméi a halálos fenyegetés ellenére áttörték a falat. Bámulatos, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal terjedtek a reformáció eszméi. Egyes források szerint a reformáció szele már 1518-ban elérte Magyarországot is. Mindössze 4 évvel Luther fellépése után, 1521-ben az esztergomi érsek már fontosnak látta, hogy Magyarország minden fontosabb templomában felolvassák a Luthert kiközösítő bullát. De a reformáció gyors magyarországi terjedését dokumentálja az 1525-ös országgyűlés 4. törvénycikkeje is. A luteránusok szintén mind kiirtandóak az országból, s bárhol találtatnak, nem csak az egyházi, hanem világi személyek által akadály nélkül fogadtassanak el, és égettessenek meg. A reformáció mozgalma ennek ellenére áttörte a falat Magyarországon is. Az idézett törvény életbe lépését követő esztendőben, mindössze 1 év tehát a különbség, 1526-ban bekövetkezett a nagy nemzeti tragédia, a mohácsi vész. A reformáció terjedésének azonban sajátos módon ez kedvezett. A törökök viszonylag toleránsak voltak a protestantizmussal szemben. Hogy milyen gyorsan terjedtek a reformáció tanai Magyarországon, ez dokumentálja Brodarics István levele, amelyet 1533-ban írt a pápának. Luther és az őt követők tanai lassan már egész Magyarországon elterjednek. Némely helyeken pedig mindent az ő tanai szerint kezdenek végezni és prédikálni. A papok nyíltan megnősülnek. Mi sem tudjuk, akik az apostoli székre figyelünk, mit válaszoljunk az ilyen dolgokra, hogy miképpen cáfoljuk meg vélekedésüket. A reformáció hatékonysága bámulatba ejtő. Az embernek folyton a megemlékezésünk kezdetén idézett bibliai ige jut eszébe. Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. Megindult a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása, Magyarországon is megszületett 1590-ben az első teljes bibliafordítás, a Vizsói Biblia, Károly Gáspár fordítása. Iskolák alapultak, kulturális fellendülés indult be. És a reformáció prédikátorai élővé tették a Biblia tanításait széles néprétegek számára. Hogy mennyire összefonódott a reformáció tanításainak a terjedése és a művelődés fellendülése, az iskolák alapítása, annak bizonysága, hogy Dévai Bíró Mátyásnak, akit magyar Luthernek is szoktak nevezni, az egyik munkája az első magyar olvasókönyv, Ortográfia Ungárika címen 1538-ban. A fal áttörése azonban nem történhetett áldozatok nélkül, nemzetközi szintéren sem, és Magyarországon sem. Luther Márton levelet írt a németalföldi keresztényeknek 1523. júliusában. Ennek az volt az oka és a háttere, hogy 2 ágoston rendi szerzetest, akik a reformációhoz csatlakoztak, mágián égettek meg ugyanennek a hónapnak az elsején. Luther idézi levelében, hogy miként zajlott a mártír halálukat megelőző vallatás. Elhangzott hozzájuk a kérdés. Mit hisznek? A keresztény hitvallás 12 tételét, a bibliai könyveket, az evangéliumi iratokat és az egy keresztény anyaszent egyházat. De nem azt az egyházat, amelyben a kérdezők hisznek.
Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatyákat? Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének, és azzal nem ellenkeznek, akkor hisszük. Hiszik-e, hogy azok a halálos és kárhozatos bűnök, amiket a pápa és az egyház törvényei annak tartanak? Hisszük, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi törvények üdvözítenek és ítélnek el. Luther megjegyzi, hogy szokás volt az elítélés okát felolvasni a kivégzés előtt. Ezúttal ez elmaradt, mert mit is mondhattak volna elítéltetésük okáról? A főinkvizítor biztatta az elítélteket, hogy ha a fentieknek mégis ellene mondanának, akkor neki ereje, hatalma van elengedni őket. Erre egyikük így felelt. Ezek Pilátus szavai, és neked nem volna semmi hatalmat felettem, ha azt nem felülről kaptad volna. Aztán mindketten fennhangon mondtak hálát Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. Miközben kivezették őket, intették és tanították a körülöttük lévőket zsoltárok éneklésével, és áldották Istent és a Krisztust az ő kegyelméért és irgalmáért. Ígéretedből, te szent ígédből, téged megismertünk. Szent fiat által néked könyörgünk, légy kegyelmes vélünk. Említettük már Dévai bíró Mátyás nevét, aki a magyarországi reformáció fő kezdeményezője volt, és aki rendszerezett tanításokkal is képviselte a reformáció ügyét. Ezt írt a neve mellé valaki a Krakói Egyetem anyakönyvébe, itt folytatott ugyanis tanulmányokat 1523-tól 1526-ig. Ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist, elkárhozott ember és kárhozat fia. A 18. századi református egyháztörténész Bot Péter viszont így méltatja a jelentőségét az általa szerkesztett Magyar Atenász című tudós lexikonban 1766-ban. Legelső volt ez a dévai bíró Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországon elhordozta, és a tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta. Az Isten beszéde életadó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. Ha valaki megismeri dévai bíró Mátyás hányatott életét, látni fogja, hogy milyen gyakran volt életveszedelemben. Így küzdötte végig prédikátori szolgálatát 1531-től 1545-ig. Következetesen képviselt olyan tanításokat, mint a purgatórium, az ereklyetisztelet tagadása, a két szín alatti urvacsora vallása, a szentek közbenjárásának, valamint Mária vallásos tiszteletének az elutasítása. A barátok stentori hangon hirdetik, hogy István, a magyarok első királya, Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Ezért még a pénzérme verete is az ország patronájaként mutatja őt. A hit azonban Istenhez folyamodik, és egyedül Krisztusra szegzi tekintetét. Dévai bíró Mátyáson kívül igen sok kiváló magyar reformátor, illetve reformált tanokat hirdető prédikátor nevét említhetnénk. Csak néhányat idézzünk fel. Például Sztárai Mihály, az éneklő evangélista, aki csak Tolna megyében és a környékén mintegy 120 reformált hitű gyülekezetet alapított. Vagy Szegedi Kis István, a tudós, pedagógus, akinek a teológiai irodalmi tevékenysége is igen jelentős volt. Huszár Gál, a könyvnyomtató reformátor, vagy Mélius Juhász Péter, aki nagy gyülekezetépítő volt, és a gyülekezete tagjait is aktív evangelizátorokká igyekezett kiképezni. Melegen ajánlom olvasásra Csepregi Zoltán, evangélikus egyháztörténész professzor tavaly megjelent könyvét, ez a címe A reformáció nyelve, és az alcíme Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyed századának vizsgálata alapján. Ebben a könyvben olvastam például én is Andreas Fischerről,
A nevét ismertem, de azokat a részleteket egyáltalán nem, amelyeket most Csepregi Zoltánnak a könyve feltár. Fischer Lőcsén tűnt fel 1529. márciusában. Nagyon hamar, május 13-án, tehát ugyanebben az esztendőben halálra ítélték feleségével együtt. Meglepő módon túlélte a június 25-ére kitűzött ítélet végrehajtást. A kivégzésért felelős csicsvai várnagy Péter Wallach így számol be Fischer megmeneküléséről. Andreást gerendára feszítve és felakasztva kellett megfojtanunk, és végül a mélybe taszítanunk. Másnap, mikor két kötéllel megkötöztük, a nyakán kívül a kezét és a lábát is, minden kötél elszakadt, és ő a vár magas tornyáról fejjel a sziklára zuhant. Aztán felkelt és elmenekült. Tény, hogy túlélte Andreas Fischer a kivégzését, és 1542-43-ig, tehát még jó ideig működött, de valószínűleg ő is mártír halállal fejezte be az életét. Korabeli források szerint Magyarország lakosságának a túlnyomó többsége, mintegy a 90%-a a reformált tanok követőjévé lett. Kétségtelenül ott van ennek hátterében az, hogy az előreformációs mozgalmak is nagyon elterjedtek, hatékonyak voltak Magyarországon. Sokat számított a reformáció terjedését illetően az is, hogy Luther Márton olyan személyiség volt, aki közérthetően tudott mindenki számára közérthetően beszélni, a maga lelkismereti meggyőződését rendíthetetlenül képviselte, és a megvallásához való jogát is rettenthetetlenül védte. Ha számba vesszük mindezt, és hozzávesszük még azt is, hogy a humanizmus és a reneszánsz nagyon fontos talajtörést végzett előzőleg, mert megrendítette a középkori világképet, de mindez együtt valahogy még mindig nem elégséges magyarázat arra a különös dologra, ami a 16. században történt. Mindig visszaidéződik az ember gondolatába a megemlékezésünk kezdetén idézett bibliai íge, Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon. A középkorban elfelejtett, tiltott szentírás most egyszerre sokak számára ismerté, a tartalma pedig és az üzenete nyitottá, megszólítóvá vált. Luthernek mondta egyik szerzetes társa még szerzetes korában. Ejnye, ejnye, Márton testvér, hát mit kell azt a Bibliát annyit olvasni? Az egyházatyák már kiszívták annak a vérét és a velejét. Minek kell a Bibliával annyit foglalkozni? Ha a Biblia világos és hatalmas eszméi feltárulnak, akkor ebből újjászületés származik, egyéni, de történelmi szinten is. Luther ezt vallotta, ezt mondta a reformáció egész nagy hatású mozgalmáról. Én semmit sem csináltam, mindent az ige végzett el. Én nem tettem semmit. Istennek igéje élő és ható, élesebb minden két élő fegyvernél. Elhatol az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Akinél az én igém van, beszélje az én igémet igazán, mondja az Úr. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly? Van-e aktualitása annak, hogy a reformációra emlékezzünk és szellemiségéről gondolkodjunk? Ma könnyen keríti hatalmába az embert az az érzés, vagy az a látás, hogy az emberek mentalitása annyira megváltozott a mi korunkban, hogy lehetetlen, hogy a Biblia még egyszer a közfigyelem tárgyává legyen, és olyan hatást fejtsen ki, mint a 16. században, a reformáció korában.
Elcsüggeszti az embert, mikor látja, hogy milyen szellemi táplálékot vesznek magukhoz az emberek. Az emberek nagy része átfutó képek, ellenőrizetlen vagy ellenőrizhetetlen információk, ezeken tájékozódik. És sajnos az emberek közötti társasági együttlétek is olyan sivárak sokszor. Pletykálkodás, mások kibeszélése, trágárkodás, bocsánat, hogy említem, de ez sokszor nagyon jellemző. Mintha az emberek szégyelnének valami értelmes dologról beszélgetni, eszmét cserélni. Sokaknak a gondolkodása pedig teljesen csak a fogyasztás körül forog, és ezt nem ítéletképpen mondom, mert ez egy sodró áradat. De tény az, hogy néha elfogja az embert a félelem, hogy ha ez így megy tovább, lassanként kivész a gondolkodás kultúrája. Lehetséges-e, hogy ebben a környezetben, ezen a háttéren még egyszer felhangzik, sötétségből világosság ragyogjon? A 20. századi legnevesebb protestáns teológus, Barth Károly 1936-ban Magyarországra jött és felolvasást tartott. Ebből az alkalomból írt Reményik Sándor egy verset, Elkéstetek címen, az alcíme pedig ez volt, Szó a protestáns teológusokhoz. Elkéstetek, elkéstetek vele, az igével ki élet kenyere. Ahhoz mi nektek most régi új mérték, nemzedékekből veszed ki az érzék. Rajtam nem segít bártotok, Kongó üres szó minden szavatok. Süket szívembe, hogy jusson bele? Elkéstetek, elkéstetek vele. A költő helyesen érzékelte a 20. században, és még inkább így van ez a 21. században, hogy nemzedékekből veszett ki az érzék, annak a tiszta beszédnek és azoknak az eszméknek az értéséhez és az értékeléséhez, amelyet a Biblia tartalmaz. Ismét emlékeztetnék azonban arra, hogyha Isten szól teremtő hatalommal, akkor bármilyen sötét is a háttér, ismét felragyog a világosság. Két ígéretet idézzünk ezzel kapcsolatban Ézsaiás próféta könyvéből. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az úrházának hegye, a hegyeknek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. Eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére. Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjára, és járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr idején hamar megteszem azt. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé, hallottuk az imént. Ez történt a 16. századi reformáció idején. Egy mustármagnyi kezdetből egy hatalmas mozgalom bontakozott ki. És ha ez egyszer megtörtént, bármilyen sötét a háttér, megtörténhet ismét. Mikor az ember kesereg, hogy ma olyannyira keveredik egymással igazság és hazugság, szinte lehetetlen megkülönböztetni egymástól a kettőt, akkor bátorításul szolgál egy ígéret, amely Hóseás próféta könyvében található, és így hangzik. Szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Világunknak nincs nagyobb szüksége,
hogy az igazság esője elmosson szennyet, hazugságot. Merítsünk hát bátorságot és reményt a 16. századi reformáció történetéből, csodálatos hatékonyságából és teljesítményéből. Én az Úr idején megteszem ezt, hallottuk az ígéreted. Várjunk hát reménységgel új hajnalhasadást.